Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 327 igen, szavazattal ellenszavazat nélkül 16 tartózkodással elfogadta. A határozathozat előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. Jelentkezőt nem látok, tehát most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a TÉPER 3092-es számú törvényjavaslatot, az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a törvényjavaslatot. 309 igen, 35 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Az előterjesztők indítványozták, hogy az országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kéri a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 308 igen, 34 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés TÉPER 3298-as számon, az egységes javaslatot pedig TÉPER 3298 per 12-es számon kapták készhez képviselőtársai. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Megnyitom a záróvitát a TÉPER 3298 per 15-ös számú ajánlás 1-től 11-ig terjedő pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Igen, Kovács Tibor képviselő úr 2 percre kért szót. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, ismét egy olyan törvényjavaslat van előttünk, amely a vita során, illetve hát a bizottsági vitában is jelentős mértékben változott. Különösen igaz ez a külföldi rendszámmal történő közlekedés szabályozásának a kérdésköre. Még az utolsó pillanatban is egy olyan viszonylag nehezen áttekinthető módosító csomagot nyújtott be az előterjesztő, ami hát nehezen fejthető meg, hogy tulajdonképpen mi volt ezzel kapcsolatban a szándék. Ami viszont teljesen elfogadhatatlan, hogy egy ilyen jogszabályba miért javasol az előterjesztő a koncesszióról szóló törvénynek a módosítását. Ez megint egyszerűen elképesztő, megmagyarázhatatlan, hogy egy ilyen törvénybe hogy kerül a koncesszióról szóló törvénynek a módosítása. Mindezekre tekintettel nem tudjuk követni a jogalkotás folyamatát. Kérdéses egyáltalán, hogy a kormánypárti képviselőknek van-e fogalmuk arról, hogy mit szavaznak meg, mit fogadnak el. Mindezekre tekintettel én nem ajánlom, hogy ezt a törvényjavaslatot elfogadjuk. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezáró. Megkérdezem Fónagy János államtitkár urat, kíván-e válaszolni az elhangzott észrevételre? Igen, parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen, tisztelt, ezt tekintettel arra, hogy a részletes vitát követően már részletes választ adtunk. Egyébként Kovács képviselő úr kérdésére is most nem kívánok részletesen válaszolni. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt képviselőtársaim, most a módosító javaslatokról határozunk. Arra figyelemmel, hogy az ajánlás 8. pontjában szereplő indítvány az önkormányzati törvény módosítását kezdeményezni, amelynek elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselő 2/3-ának igen szavazata szükséges. A támogatott indítványokról 2 részletben döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az Alkotmányügyi Bizottság minősített többséget igénylő módosító javaslatát a 8. pont szerint? Kérem, szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 257 igen, 93 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most az egyszerű többséget igénylő bizottsági módosító javaslatokról döntünk, az ajánlás 1-től 7-ig terjedő pontjai, valamint a 9., 10. és 11. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatokat
256, igen 94, nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most a záró szavazás következik. Az egységes javaslat 50. szakasza az önkormányzati törvényt módosítja. Ennek elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselő 2/3-ának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a záró szavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést. Elfogadja a T/3298 számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat szerint. Kérem szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét 271 igen, 82 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a T/3298-as számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét 314 igen, 42 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Az előterjesztő indítványozta, hogy az országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kiirdetését kéri a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez. Kérem szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kiirdetési kérelmet 315 igen, 40 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik az egyes filmek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi 61. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Gruber Attila fideszes képviselő önálló indítványát T/3144-es számon, az egységes javaslatot pedig T/3141/5-ös számon kapták készhez képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. A határozathozatal előtt kérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni, jelentkezőt nem látok. Így kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a T/3144-es számú törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslatot 299 igen, 58 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Kósa Lajos, Kocsis Máté fideszes és Habis László kereszténydemokrata képviselők önálló indítványát T/3495-ös számon, az egységes javaslatot pedig T/3495/23-as számon kapták készhez képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a benyújtott indítványokat összevontan tárgyalja meg az országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Most megnyitom a záróvitát a T/3495/25-ös számú ajánlás elsőtől 25-ig terjedő pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Mivel jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom. Megkérdezem Kovács Zoltán, így Kovács Zoltán urat meg sem kérdezem meg, mert nincs miről válaszolni. Most a módosító javaslatokról. Hát akkor tessék időben nyomni. Én ránéztem a képernyő üres volt. Most mit csináljuk? Nem volt rajta, lezártam. Nem, hanem azt mondtam, hogy lezárom. És utána nyomták meg a 2 percet, meg az 5 percet. Egy edzőnek meg különösen illik tudni, megadom a szót Hegedűs Lórántné képviselőasszonynak, parancsoljon. Gyorsan, öltözködtem. Erre a jeles alkalomra köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház. Mielőtt a törvényjavaslattal kapcsolatban, illetve a benyújtott módosítókkal kapcsolatban mondanék egy pár szót, hagyj köszöntsem itt körünkben Megyes Tamást, aki ezen törvényjavaslat kapcsán először van itt a házban, pedig hát valljuk be, igen, nagy tapsot kérünk Megyes Tamásnak.
bizony ritkán fordul elő a Magyar Országgyűlésben, hogy valakinek a személyére szabjanak törvényt, és íme most bekövetkezett. Tudnék, ez a törvény, mint tudjuk, róla, illetve Esztergom városáról, és egy tűzszentéssel meg is lettem erősítve, igen. Képviselő asszony, a módosító javaslatok melyikéről beszél most? Kérem tisztelettel a pillanat, az 5-ösről, a 8-asról, majd mindig fogom említeni, elnök úr, jó? Hogyha, alapvetően a Lex megyesiről fogok beszélni. A törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványaink, aminek egy részét a zárószavazáshoz benyújtott módosító indítványok is érintik. Alapvetően két csoportba oszthatók egyébként. Az egyik az adósságrendezésbe be nem vonható vagyontárgyaknak a kategóriája. Itt több alkalommal említettük, hogy meglátásunk szerint az, hogy egy adósságrendezésben mi vonható be, vagy mi nem, és ennek feltételül csak azt szabjuk meg, hogy támogatást, vagy hozzájárulást az állam ahhoz a vagyontárgyhoz biztosít, ez meglátásunk szerint nem elegendő, már csak azért sem, mert a törvényjavaslat 34b és 34c paragrafusai lehetővé teszik azt, hogy az adósságrendezés folyamata alatt gyakorlatilag azonnali hatállyal be lehessen zárni közoktatási intézményeket, óvodák, iskolák, illetve bármilyen más költségvetési szervet meg lehessen szüntetni, szintén azonnali hatállyal. Tehát akkor ebben az esetben, hogyha ezek az intézmények megszüntetésre kerülnek, természetesen és nyilvánvalóan ad hozzá az állam támogatást, illetve hozzájárulást, tehát adott esetben igen, az iskolák épületeit is el lehet adni, tehát ezek is bevonhatóak már az adósságrendezésbe, számunkra ez abszolút nem fogadható változtatás. Ez az egyik, amit mindenképpen szerettem volna még itt elmondani és észrevételezni. A másik, az pedig azok a pontok, amelyek az ÖTV-t módosítják, ezek a számozás szerinti, egy pillanat, hogy egészen pontos legyek, a 9-es módosító indítvány, az egységes javaslat szerint, most azt írtam, nem tudom megmondani, hogy mennyi. A lényeg az, hogy az önkormányzati törvény módosítása ez abban az értelemben történik meg, pontosan, amely értelemben a kormányhivatal törvényességi észrevételek sorozatát tette meg az esztergomi képviselőtestülettel szemben, hiszen sorozatban követtek el olyan eljárásrendi durva hibákat, amelyeket már a kormányzati kormányhivatal sem tudott tolerálni, sőt, bizony bírósági feljelentést is tett egy esetben, mert a helyi pénzügyi bizottság elnöke olyan dokumentumot írt alá, amire neki nem lett volna jogosultsága. És most tehát ezennel utólag, visszamenőleg ehhez a törvénytelenséghez, ehhez a törvénytelenség sorozathoz igazítjuk, úgymond az önkormányzati törvényt. Ez az a eljárás, amit szerintem mi semmilyen módon soha nem igazolhatunk. És erre kérem a kormányzati oldalt, hogy ez olyan ütemben csúfolja meg a magyar törvényhozást, ez a fajta gondolkozásmód, ez a tempó, hogy saját magunk által elkövetett hibákat, kormányzati képviselők által elkövetett hibákat ilyen módon próbáljunk utólag korrigálni, illetve szépre maszatolni, amit nem tudunk támogatni, nem lehet támogatni, és kérem, hogy önök se tegyék meg kormányoldal, amikor ezekről a pontokról külön fogunk szavazni, hiszen ez kétharmadot igényel, kérem, hogy gondoljanak az esküjükre, amit tettek, amikor képviselők lettek, az nem erről szól, a haza szolgálatáról szól, és nem arról, hogy egyes képviselőink hibáit szolgáljuk, és ahhoz próbáljuk hozzá szabni a törvényt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő asszony, 2 percre Szilágyi Péter képviselő úrnak adok szót, parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Én a zárószavazás előtti módosító javaslat 1-22. Pontjához, illetve az amögött rejlő szándékhoz szeretnék hozzászólni.
Itt ugye láttunk már Lex Borkaitól kezdve Lex Járait, stb. Itt most szemben találkozhatunk a Lex Esztergommal, aminek tulajdonképpen az egyedüli célja az, hogy volt egy város, ami nem a Fidesz szája íze szerint szavazta meg a polgármesterét. Úgy gondolom, hogy a Fidesz nem tűrhette szó nélkül, hogy van egy polgármester, aki nem hajlandó a zsaroló Fideszes kétharmadnak behódolni, ezért hozzá kellett nyújni az önkormányzati törvényhez, ami által a polgármester jogát, az ülés levezetéséhez való jogát megvonják a polgármestertől. Én úgy vélem, hogy ebben a törvényben benne van minden olyan eddigi mentalitása a Fidesznek, ami úgy gondolom, hogy a jogállamiságot totálisan semmibe veszi. Nem lehet egy városra törvényt írni, nem lehet egy személyre törvényt írni. Kérem önöket, gondolják meg azt, hogy ez mire fog vezetni, és kérem, szavazzanak a lelkiismeretük szerint. Köszönöm. Kettő perces hozzászólások következnek. Elsőnek Vágó Sebestyén képviselő úrnak adok szót, a Jobbikból parancsoljon képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Én is az összes ajánlási ponthoz szeretnék hozzászólni. Én azt szeretném érzékeltetni, hogy a mai napon az országgyűlésben bebizonyosodott, hogy tényleg Lex Esztergomról van szó, ugyanis annak lehettünk a tanúi, hogy az országgyűlés épületében az ülésterem körüli rész, a karzat, a Jobbik szakértői páholya számára Tétényi Éva persona non grátává vált, nem tartózkodhatott itt ennek a záróvitának a során, illetve a szavazás alatt. Ezzel bebizonyosodott, hogy ténylegesen Lex Esztergomról van szó. A terembiztosi szolgálat név szerint kereste Tétényi Évát a parlamentbe érkező Jobbik által belépővel rendelkező vendégeink között. És még egy dolgot szeretnék elmondani. Föl szeretném hívni a tisztelt ház figyelmét arra, hogy amennyiben ez a törvény ebben a formában elfogadásra kerül, abban az esetben a Jobbik frakciója az alkotmánybírósághoz fog fordulni, mert véleményünk szerint ez a törvény alkotmánysértő is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Lukács Zoltán képviselő úrnak adok szót 2 percre, az MSZP képviselőcsoportból parancsoljon képviselő. Köszönöm szépen, az 1-től 22. ponthoz szeretnék szólni. Nemrégiben egy éjszakában nyúló vitán tárgyaltuk ezt a törvényjavaslatot, és azt a véleményünket mondtuk el, hogy egyébként a törvényjavaslatnak bizonyos pontjait nagyon nyugodtan együtt lehetett volna tárgyalni az amúgy is elénk kerülő önkormányzati törvényreformjával. Ezt azért nem lehetett megtenni, mert Esztergomban azok az események zajlanak, amely események zajlanak. Én azt hiszem, hogy az előttem szóló képviselőtársaimmal egyet kell, hogy értsek abban, hogy tulajdonképpen ennek a törvénynek semmi más oka nincs, csak a fideszes esztergomi többség eddig törvénysértő tevékenységét szeretnék utólag törvényessé tenni, és szeretnék egy független polgármestert lehetetlenné tenni, azért, hogy az ottani fideszes álmokfutást ne lehessen megakadályozni. Ez a törvény semmi másról nem szól. Ha másról szólna, akkor nyugodtan együtt lehetett volna tárgyalni az önkormányzati törvénnyel, így viszont semmi másról nem szól, csak arról, hogy Esztergomba az legyen a rend, amit önök elképzelnek, de ettől függetlenül ez nem támogatható. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel többen felszólalásra nem jelentkeztek, a záróvitát lezárom. Most viszont megkérdezem Kovács Zoltán képviselő urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Nem kíván válaszolni. Köszönöm szépen. Most a módosító javaslatokról határozunk, tisztelt képviselőtársaim. Arra figyelemmel, hogy a 20. pontban az önkormányzati törvény módosítása szerepel, az előterjesztő által benyújtott indítványokról 2 részletben döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő minősített többséget igénylő módosító javaslatát a 20. pont szerint, amelyet az Alkotmányügyi Bizottság is támogat? Kérem, szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 255 igen, 103 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Most az egyszerű többséget igénylő támogatott módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezeket? Kérdezem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot
254 igen, 102 nem szavazattal, egy tartózkodó szavazattal elfogadta. Most a záró szavazás következik. A határozat hozatal előtt kérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni? Igen, Kontrát Károly államtitkár úrnak adok szót. Parancsoljon, államtitkár úr. Támogatja. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt képviselőtársaim, az egységes javaslat az iménti határozathozatalok során új rendelkezésekkel is kiegészül. A megváltozott szöveg szerint a 25-29-ig terjedő szakaszokban az önkormányzati törvény módosítása szerepel. Ezek elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselő 2/3-ának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a záró szavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlés. Elfogadja-e a TPER 3495-ös számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egység. Kérem, szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét. 257 igen szavazatta, 104 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a TPER 3495-ös számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét. 256 igen, 104 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Az előterjesztők indítványozta. Tisztelt képviselőtársaink, van munkánk, épp elég, folytassuk a munkát. Az előterjesztők indítványozták, hogy az országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kéri a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet.256 igen, 103 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Én arra kérem felhevült képviselőtársaimat, álljonak vissza a rendbe, hogy megfelelően tudják jegyzőkönyvezni, amit én igyekszek megfelelő gyorsasággal is elmondani. Rogán Antal, Koszorús László, Balla Mihály, Karákos, Ág Péter, fideszes és Pálfi István keresztény demokrata képviselők önálló indítványát TPER 3589-es számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig TPER 3589/6-os és 9-es számon kapták készet. Az előterjesztési zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Ennek során nem döntünk a római 1/2-es pontról, mert az előterjesztője visszavonta. A 4., 5. és 7. pontok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP kérte azokról a szavazást. Ugyanakkor a 4. pontról nem dönthetünk, mert az a támogatott javaslatok elfogadása kizárja. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők az első, az 1/1-es, a második, a harmadik, 6. és 8. pontjait támogatják. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat. 256 igen, 101 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Frakciókérésre figyelemmel még további javaslatról is döntenünk kell. Az 5. pontban Nemény András, a 4. szakaszban a munkaügyi ellenőrzési törvény 6/B szakasz 5. bekezdésének elhagyását javasolja, amelyben eljárási szabály szerepel. Az MSZP kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 104 igen, 251 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította. A 7. pontban Nemény András a 6. szakasz elhagyását javasolja, amelyben szankcióként támogatásból való kizárás és közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként való részvétel tilalma szerepel. Az MSZP kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot.
102 igen, 252 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította a határozathozatalunk. Végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Most soron következik a szabályozott ingatlan befektetési társaságokról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Rogán Antal, Mennyi Roland és Maninger Jenő fideszes képviselők önálló indítványát Téper 3538 számú, a Gazdasági és Informatikai Bizottság ajánlását pedig Téper 3538-5-ös és 9-es számon kapták készen. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás első, második és harmadik pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de ezekről az MSZP szavazást kért. Tájékoztatom őket, hogy az előterjesztik a kiegészítő ajánlás elsőtől 14-ig terjedő, valamint a 16., 17., 18. és 19. pontjai támogatják. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 15. pontját. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat. ...338 igen, 19 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Az MSZP kérésének megfelelően még három javaslatról kell döntenünk. Az ajánlás első pontjában Veres János, a harmadik szakasz harmadik bekezdése pontjában az ingatlan befektetési társaság létrehozása a szükséges induló tőke összegét csökkenti. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 43 igen, 272 nem, és 45 tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás második pontjában Veres János a 6. szakasz 3. bekezdésében a vezetőállású személyre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályt módosítja. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. 38 igen, 316 nem és egy tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás harmadik pontjában Veres János a 8. szakasz 8. bekezdése B pontjának elhagyását javasolja, amely szerződéskötés kizáró okot tartalmaz. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. 43 igen, 314 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor. Most sorom következik a honvédelemről és a magyar honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésektől szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztés Téper 3478-as számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig Téper 3478-26-os és 28-as számon kapták készen. Az államtitkári zárszó már elhangzott, most ha a határozathozatalok következnek. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a szavazásra kerülő módosító javaslatok többségének elfogadásához az előterjesztői tájékoztatás értelmében a jelenlévő országgyűlési képviselő 2/3-ának igen szavazata szükséges. Ahol az egyszerű többség is elegendő, azt külön fogom jelezni. Most felkérem Földessy Gyula jegyző urat, ismertesse a határozathozatallal kapcsolatos információkat. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az ajánlás 1., 4., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 17., 20., 24., 27. és 28. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, így ezekről nem határozunk. Ugyancsak nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást az 5., 7. és 8. pontban szereplő javaslatsor, valamint a 6. és 14. pontok, de ezekről az MSZP, továbbá a 3. pont, amelyről az LMP. A második, 16. és 23. pontok, amelyekről a Jobbik kérte a szavazást. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 18., 19., 21., 22., 25. és 26. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás első pontját támogatja. Köszönöm szépen, jegyző úr, tisztelt képviselőtársaim! A támogatott javaslatok elfogadásához minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak! A jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat. 301 igen, 42 nem és 16 tartózkodó szavazattal elfogadta. Frakciókérésnek megfelelően további javaslatokról is döntünk. Az ajánlás második pontjában Korondi Miklós a 4. szakasz 4. bekezdésének elhagyását javasolja, mely parancsnoki feladatot tartalmaz. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! A jelenlévő 2/3-ával.
Kimondom a határozatot, a országgyűlés a módosító javaslatot. 46 igen, 310 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás harmadik pontjában Dorosz Dávid a törvényjavaslatot a polgári szolgálat engedélyezése részletszabályaival kívánja kiegészíteni. Az LMP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak a jelenlévő kettőharmadában. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot.